Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit, ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyen megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Két, négy év után visszatérő játékos is ott lesz a nyíregyházi kosarasok első edzésén. Farkasinszky Orsolya három mutatóban is a legjobbnak bizonyult a másodosztály mezőnyében. Tenisz sikereinek köszönhetően egyetemet vált Amerikában a nyíregyházi Csonka Gábor. 137 csapat lép pályára az augusztus közepén rajtoló megyei futballbajnokságokban. Elkezdték a felkészülést a 12 csapatos szuperligára nyíregyházi tekézők. Az Újfehértó ESE nyerte a megyei futszálbajnokságot. Két, négy év után visszatérő kosaras is elkezdi a felkészülést augusztus elején a Marsó Nyíregyháza csapatával. A center Lekli József és az irányító Búcs Iván is erőssége lehet a legjobb nyolc közé igyekvő csapatnak. Négy évvel ezelőtt távoztál Nyíregyházáról, röviden összefoglalva, hogyan telt el ez a négy szezon számodra? Tanulságos volt, és nagyon jó időszak volt az életemben. Ugye Kaposváron kaptam több lehetőséget, úgy mondott, egy nagyon jó szezont tudtam produkálni, amin után felfigyelt rám a Fehérvár. Eligazoltam Fehérváron, egy nagyon jó döntésnek bizonyult, mert ugye Magyar Kupa és Magyar Bajnoki címet nyertem a csapattal, de a szezon második felében ugye nem játszottam olyan sokat, amennyit szerettem volna, így úgy gondoltam, hogy váltani kell itt is, és így kerültem Zalaegerszegre, Völgyi Péternek a hívószavára. Zalaegerszegen nagyon jól éreztem magam, nagyon jó társaság alakult ki, bár az eredmény nem volt olyan jó, ugye mind a kétszer a kiesés ellen játszottunk, de maga a város, illetve a városban lévő emberek, akik a csapat körül dolgoztak, ők nagyon oda tették magukat, és nagyon szeretik Zalaegerszegen a kosárlabdát, úgyhogy nagyon jól éreztük a feleségemmel magunkat Zalaegerszegen. Egerszegen szerettek volna ott tartani, mi döntött mégis a váltás mellett? A váltás több feltétel miatt volt. Ugye az első a család, szinte az összes családtagunk itt ilyen Nyíregyházán vagy a környékén, illetve én szerettem volna már elkezdeni edzősködni, mert úgy gondolom, hogy nem leszek az a játékos, aki 40 éves koráig fog tudni kosárlabdázni, és sajnos ezt a testem nem fogja engedni, és szeretném már bedolgozni magam így az edzői karrieremet elkezdeni építeni, és itt Gomkötő Norberttel nagyon jó kapcsolatot ápolunk, és ő mondta, hogy mindenben tud nekem segíteni. Ez volt a másodikok, a harmadikok ugye Nyíregyházán most egy változás megy végbe a kosárlabda területén, új ügyvezetés van, új vezetőkkel, ugye Ernőnek a személye is, hiszen jó edzőnek tartom, és ezek a dolgokat így, hogy összeraktam, így úgy gondoltam, hogy itt van az ideje, hogy visszatérjek, és részese legyek én is ennek a építkezésnek. Túl vagy egy térdműtéten, hogy a rehabilitációd mikor leszel teljes értékű játékos? A rehabilitációm nagyon jól halad, most már elkezdhettem a súlyzós edzéseket, illetve jövő héttől most már a futásokat is elkezdhetem. A 6 hónap a szeptemberbe fog lejárni, és addigra a bajnokság kezdetére, október elejére biztos, hogy 100%-os állapotba tudok kerülni. Lekli Józsefhez hasonlóan te is 4 évvel ezelőtt távoztál Nyíregyházáról, röviden számodra hogyan telt el ez a 4 szezon? Igen, így van. Igazából már nagyon régen volt, 2011, akkor volt, hogy csapatszinten is, és hál' Istennek egyénileg is nagyon sikeres szezonom volt, és 18 évesen bekerültem a úszas válogatottba, ahol Völgyi Péter volt az edzőm, és a nyári közös munka után ő magával hívott Paksra, ott töltöttem el egy idényt, ezután következett 2 soproni szezon, ott volt minden téren belekóstol NB1-ába és NB1-B-be is, mondhatni azért sikeresen telt. Idén pedig egy felemás szezont töltöttem el a Falkónál, és most nyár elején igazából nem is nagyon sokáig gondolkodtam, hiszen hívott a nevelő egyesületem, és úgy döntöttem, hogy hazajövök. A felnőtt csapatban Nyíregyházán még nem léptél pályára, tehát valamilyen szinten mindenképp debütálás lesz számod ez a szezon. Milyen reményekkel, milyen célokkal várod az új évadot? Mindig is álmom volt nekem még gyerekkoromban, hogy saját városomban, saját közegemben, ismerőseim, rokonaim előtt játszhassak. Igazából a koncepció az, hogy rövid távon 8-ba kerüljünk. Szerintem idén reális célkitűzés lehet, de úgy gondolom, hogy bravúr kategóriába tartozna. De mindenképpen 8-ra szeretnénk jutni, egy fiatal, ambiciózus magyar maggal.
és pár jó idegen légióssal kiegészülve, és hát mindent meg fog tenni, hogy sikeres legyen a csapat, illetve a hazai mérkőzéseken remélem, hogy meg tudjuk örvendeztetni a nézőnket. Irányítóként egy picit lehet azt mondani, hogy nagyobb a felelősséged, mint a többi játékosnak, hiszen rajtad múlik minden támadás, és ugye a védekezésben is általában az ellenfél kulcsemberét kell fognod. Ez mekkora felelősséget ró rád? Sitku Ernő azt mondta, hogy számít egy vezérszerepre irányodban, fiatalok irányában mindenképp. Nem könnyű poszt ez. Igazából szokták azt is mondani, hogy irányítónak úgymond születni kell. Hál' Istennek nekem már gyerekkorom óta, 7-8 éves korom óta csak ez a poszt volt. Hiába volt, hogy magasabb voltam korosztályomban többieknél, mindig is én irányítottam, és nagyon szerettem kibújni a felelősség alól. Nem könnyű, eddigi utóbbi pár évben is azért nagyon jó irányítók mögött Sopronban German Thomas, tavaly Szombathelyen pedig Goran Martinic liga elit irányítók közé tartoztak, úgyhogy tanulni is sokat tanultam tőlük, azt mondhatom, illetve megtanultam, hogy helyükre belépni azért nagy űr keletkezett a pályán, tehát nagy felelősségből betölteni ezt a szerepet. Nyíregyházán igazából ugyanez a tervem, ugye Bránét már jól ismerem, valószínű, hogy ő lesz előttem, vagy együtt fogjuk megoldani az irányító posztot. Ha kell együtt, ha kell, akkor helyére, de megpróbálok megbirkózni a feladattal, és mivel fiatal, ugye Józsi meg Krisztó idősebb, de például Marcinál, Molnár Marcinál, meg Kósa Tominál, én vagyok az idősebb, és mindenképpen szeretnék majd, úgymond, ha fenn vannak a pályán velem, akkor valami vezérszerepet betölteni, legalábbis, hogy egyengessem az útjai a két fiatalnak. Az elmúlt szezonban is Farkasinszky Orsolya volt a nyíregyházi kosársuli legeredményesebb játékosa. A 28 éves center a másodosztály legjobbjának bizonyult a pontátlag, a lepattanó és az értékindex kategóriában. A tavalyi bronzérem után ebben a szezonban az ötödik helyen végzett a nyíregyházi kosársuli együttese. Te hogyan értékeled az elmúlt szezont? Nehezebb szezon volt, mint a tavalyi, azt gondolom. Az alapszakaszban is becsúsztak olyan vereségek, amiket nem terveztünk, de erős volt most ez a mostani mezőny, úgyhogy én azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk ezzel az ötödik helyen. Ha megnézzük azt, hogy kik azok, akik előttünk végeztek, ugye be a csapata fel is kívánt jutni. Ők a mi területünkön voltak, nyilván tőlük már két vereséget sikerült akkor elszenvednünk. Azért nehéz, az alapszakaszt nehéz kijavítani így a rájátszásban, kevés mérkőzés áll rendelkezésrehez. A saját teljesítményre szereplésedet hogyan értékeled? Azt gondolom, hogy kicsit gyengébbre sikerült azért, mint az előző évben. Megpróbáljuk ebben az évben ugyanúgy, hogy egy kicsit több legyen. Nem volt annyival gyengébb, hogyha a statisztikát nézzük. Én személy szerint éreztem azt, hogy kicsit azért ennél többet hozzá kellene tudnom tenni. Megpróbáljuk ebben az évben az alapozást, felkészülést erre tenni a hangsúlyt, és a következő évben jobb teljesítményt igyekszünk úgy csapatszinten, mint egyénileg produkálni. Maradva az egyéni teljesítményért, azért ennek a csapatnak abszolút kulcsembere vagy, és ezt tudják az ellenfelek is, fokozottan figyelnek, hát gondolom azért ezzel sem könnyű megküzdeni. Ez sajnos így van, de azért azt gondolom, hogy jó csapatunk van. Tehát azért ez az ötödik hely, ez azért nem rossz. Ha megnézzük azt, hogy egy Tatabánya, illetve három Pest csapat végzett előttünk, persze nagyon sokan mennek fel, hogy a tanulmányi nyilván ők válogathatnak is a játékosokból. Megpróbáljuk. Nyilván a játékokat is minden más egyebet megpróbálunk ennek fényében felépíteni, hogy ne csak ugye center posztra menjen a betörések, kettő-kettők és egyebek. És ugye hát itt van mellettünk Dia, rá is nagyon nagy szerep hárul eddig is, és a következőkben is, de nyilván a többiekről, akik évek óta a csapat tagjai, azt gondolom, hogy így közösen vagyunk egy egység, és ezért tudunk ott lenni évről évre. Szerepeltél ugye az NBA-ben nem is egy szezonon keresztül, nem hiányzik, és vannak-e megkeresések a legmagasabb osztályból? Az előző években több, most nem nagyon kerestek, miután visszautasítottam eddig is, gondolom ez is lehet az oka. Bár azt gondolom, hogy nagyon kevés játékos van, tehát ha itt valaki rendesen dolgozik, akkor lehetőséget kaphat. Hiányzik-e? Megmondom őszintén, hogy nem. Tehát az, hogy napi kettőt edzen az ember, nem igazán van más a lehetősége. Én viszont szeretek a gyerekekkel is foglalkozni, és amellett nem lenne erre lehetőség. Úgyhogy ez így nekem tökéletesen elég. Meg tudom tartani az edzéseket, tudok edzeni, tudok kosárlabdázni. Úgyhogy tökéletes. És esetleg egy olyan álom, hogy NBA egy nyíregyházi színekben? Természetesen más kérdés. Azért hazai színekben, hazai csapatban játszani. Azt gondolom, hogy ha sikerülne, akkor egy évet nyilván szeretnénk kipróbálni. Reméljük, hogy lesz rá lehetőség. Bár én azt gondolom, hogy az AB és bajnokság is elég erős, és az A-nak a végével versenybe tudnánk szállni.
meglátjuk. Azon leszünk, hogy beteljesüljön ez az álom, mert ugye többek nem játszottak még első osztályban. Reméljük, hogy sikerül. Ezen fogunk dolgozni többek között, illetve azon, hogy meg tudjuk ismételni azt a bronzérmet, vagy akár fényesebbre cserélhessük. Az Ohio Dominican Egyetem legjobb teniszezőjének és legjobb sportolójának is megválasztották az elmúlt tanévben a nyíregyházi Csonka Gábort. A 28 esztendős fiatalember a következő tanévben a legmagasabb osztályban szereplő Baton Rouge Egyetem csapatát erősíti majd. Az elmúlt tanévet az Egyesült Államokban töltötted egy egyetemen és egy egyetemi csapatban játszottál, azt megelőzően viszont akkor hallottuk rólad, amikor még Németországban voltál egy akadémián. Hogyan telt a köztes idő? Pesten edzettem a Diego Tenisz Klubban, mint Kizsöly Gergely és Pákai Norbertnek a tanítványa. 2 évig velük edzettem, felkészültem az egyetemre. Versenyeket nem sokat játszottam, többnyire az egyetemi teniszre hangolódtam rá. Hogyan lehet kikerülni az Egyesült Államokba egy egyetemi tenisz csapatba? Hát ez egy hosszú folyamat, igazából vagy egyetemek keresnek meg, vagy te keresel meg egyetemeket, megnéznek, és ha tetszenek nekik, akkor egy ösztöndíjat ajánlanak, és azon keresztül lehet kimenni. Neked melyik egyetemre sikerült kijutnod? Én az Ohio Dominican Egyetemen voltam, ott töltöttem el az első évemet, ez egy Divízió 2-es egyetem volt, és most igazolásig ott voltam 1 évig. Nagyon szerényen elhallgattad, hogy nagyon jól sikerült ez az esztendő. Igen, jól sikerült, megválasztottak a konferenciában az évjátékosának, illetve az évatlétájának, szóval egy 2 kitüntetést is sikerült kapnom. Hál' Isten, nagyon jól sikerült, ezért fel is figyeltek rám, és Louisianába egy top 25 egyetembe áthívtak. Hogy néz ki egy ilyen csapatmérkőzés? Korábban ugye volt már nyíregyházi teniszező az USA-ban, nem is egy, és mondták, hogy nem csak a tenisszel foglalkozok egy-egy túrán, hanem az igyekeztek megnézni a adott város, adott környék nevezetességei, szóval kulturális programot is kaptak a vezetőktől, szervezőktől. Hát, hogyha van időnk, akkor mindenféleképpen el szoktunk menni körülnézni, de ezek a meccsek általában ilyen egész napos programok, szóval reggeltől estig mennek a meccsek, de hát amennyi időnk van, próbálunk mi is világot látni, szétnézni. Mennyit edzettél naponta, mennyi időt fordítottál tanulásra? Tanulás az ilyen napi 2-3 órákra kellett nekünk bejárni, ahhoz még házi feladattársult hozzá, és minden délután volt egy ilyen 3-4 órás edzési programunk. Mit kell tudni az új állomás helyedről? Az egy nagyon jó egyetem lesz, Louisianában van, Baton Rouge városában. Ők top 25-ben vannak, mint Division 1-es program, illetve maga az iskola is egy gyönyörű hely, úgyhogy én nagyon örülök, hogy oda felvettek. Milyen hallgató vagy egyébként? Hát én nem mondom, hogy az a legpéldásabb, de igazából főleg most, mint Division 1-ben jobban számít a sporteredmény, mint a tanulmányi eredmény, aminek én is nagyon örülök. Ettől függetlenül a diplomát meg kell szerezni, milyen diplomád lesz, ha elvégzett az egyetemet? Én sportmenedzsmentet tanulok, és az edzősködéssel szeretnék foglalkozni. Meddig maradsz itthon, és mi az itthoni nyári program? 2 hónapot maradok, próbálok edzeni, megint ráhangolódni az egyetemi életre, mert ez egy erősebb program is lesz. Próbálom legtöbbet kihozni ebből a nyárból, mint edzés, illetve pihenéssel is szeretném valamennyire tölteni az időmet. Augusztus közepén rajtol a megyei futballszezon. Az első osztályban, a 3 másod, illetve 5 harmadosztályi csoportban összesen 137 együttes vágva neki a 2015-2016-os bajnokságnak. Lezárultak a nevezések és a nevezési határidők, igazából a hiánypótlásokkal van még egy-két egyesület ugye elfoglalva, hiszen volt egy-két olyan dokumentum pár egyesületnél, amit még nem pótoltak a nevezéshez, de úgy néz ki, hogy ezek is rendben lesznek, és nyugodtan kijelentetem, hogy több csapatunk lesz, mint a tavalyi szezonban. A jelenállás szerint a megyei felnőtt bajnokságban 137 egyesület fog indulni, ugye 16 megyei első osztályú, 3x16 megyei másodosztályú, és összesen 73 megyei harmadosztályú csapat, és a megyei harmadosztály területi elv alapján 5 csoport fogjuk majd osztani. Az idén lehetőséget biztosít az MLS arra az NB2-es csapatoknak, hogy indítsanak megyei első osztályú csapatot. Ugye itt a Kisvárda az érintett, lesz-e megyei egyes csapat a Várdának? Nem lesz, nem élt vele a Kisvárda Egyesülete, úgyhogy így nem lesz megyei első osztályú csapat a Kisvárdának. Meddig tart az átigazolási időszak, meddig mozoghatnak a játékosok? Július 1-től kezdődött az átigazolási időszak, és augusztus 1-i évfélig igazolhatnak át a felnőtt játékosok, de az utánpótlások egészen az U19-től az U7-ig, szeptember 30-áig, és természetesen eddig az ideig, szeptember 30-áig a kollégák itt minden egyes hétköznap várják az egyesület képviselőit az átigazolásokkal kapcsolatosan.
ugye a 137 csapat a felnőtt csapatot jelenti, viszont sokszor gondolok az alcsapatok számára az utánpótlás együttesek kiállítása, ezen a téren mi a helyzet? Pontosan így van, talán ezért is volt olyan egyesület, aki visszalépett a megyei másodosztályból. Érdekes volt, illetve volt olyan bajnok, ugye az 5 megye 3-as bajnokból csak kettő vállalta a megyei másodosztályt, a másik három pont ezért az ifjúsági csapatot nem tud kiállítani. Érdekes egyébként, hogy pont ezért az elmúlt év megye másodosztály összes kiesője benn maradt, hiszen ugye nem volt annyi egyesület a megye 3-ból, aki vállalta volna a magasabb osztály kihívását. Viszont a megye első osztálynak ez most könnyebbség, hogy a tavalyi évtől eltérően az IFI és az U16-os csapat mellett nem kötelező számukra az U14-es utánpótlás egyesület indítása, csak ajánlott. A Bozsik programba kötelezően részt kell venni. Nagy öröm egyébként az igazgatóság részére, hogy ennek ellenére, hogy nem kötelező a megye egynek az U14, a 16 csapatból 14 egészen biztosan indít U14-es csapatot, és a másik kettő is gondolkodik rajta. Tehát ez jól látható, hogy a Bozsik programnak is köszönhetően folyamatosan azért versenyeztetik a gyerekeket, nem engedik szélnek őket, hiszen talán ez a legfontosabb, hogyha kilépnek egy korosztályból, akkor legyen hol futballozniuk és hol játszaniuk. Nagyon jó számmal jelentkeztek az U14 és az U16-os bajnokságra is. Jelen pillanatban az U16-os bajnokságban 36 egyesületnél járunk jelentkezési szinten, U14-be pedig 27 csapat adta be a nevezését. A csapatok már játsszák az edzőmeccseket, viszont lesz egy olyan torna, amelyen valamennyi csoportbajnoka egy napon lép majd pályára egymás ellen, mikor és hol? Augusztus első napján Nyírbátorban, majd fantasztikus létesítményben fogjuk majd megrendezni az úgynevezett megyei bajnokok tornáját. Ez azt jelenti, hogy a megye 1-es, a 3 megye 2-es és az 5 megye 3-as bajnokcsapat részvételével. A 9 csapatot 3-3-as csoportba osztjuk, értelemszerűen körmérkőzések lesznek, egy mérkőzés 2x20 percig fog tartani, és utána pedig jönnek majd a helyosztók. Érdemes lesz szerintem kilátogatni augusztus első napján Nyírbátorba. Nagyon bízunk benne, hogy az időjárás is kedvező lesz. Mikor rajtol egyébként majd a megyei futballszezon? Augusztus 15-16-án rajtolunk. Ahogy említetted, te is az edzőmérkőzések zajlanak. Bízunk benne, hogy különösebb probléma nélkül el fogunk tudni indulni. Nagyon reméljük, hogy minden rendben lesz a csapatoknál is, és gondolom ugye még a pályáknál is, hiszen nagyon sok csapatnál folyamatosan újítják a pályákat. Bízunk benne, hogy addig rendben jönnek, és meg fogjuk tudni rendezni különösebb gond nélkül az első fordulót. Elkezdték a felkészülést a nyíregyházi tekézők. A legutóbbi szezonban 7. helyen végző együttes változatlan játékos kerettel vág majd neki az immár 12 csapatos szuperligának. A nyíregyházi tekézők is elkezdték a felkészülést a következő szezonra. Történt-e változás a játékos keretben a legutóbbi bajnoksághoz képest? Nálunk egyelőre nem történtek változások. Végülis azt lehet mondani, hogy az országban való nyíregyházi pozíciónak köszönhetően nagyon nehéz igazolásokkal előrukkolni számunkra, illetve hozzáteszem, hogy az anyagi lehetőségeink sem tennék ezt lehetővé. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy változatlan kerettel, azonban úgy gondolom, hogy hazaköltöző Magyarországban mindenképpen erősödő nyíregyházával kell majd számolni a következő szezonban a csapatoknak. Változik a legmagasabb osztály létszáma, új csapatok lépnek be, és egy picit az erőviszonyok is átalakultak. Milyen szezonra lehet számítani? Mivel a hátsó alakzat azt lehet mondani, hogy automatikusan kieső jelöltnek tekinthető, mint ez minden szezon előtt így szokott lenni, de mi is bebizonyítottuk annak idején, hogy ez Nyíregyházával sem történhetett meg. Már látjuk előre, hogy egy feljutó szolnok is elég erősen beerősített, úgyhogy ők se lesznek a kieső jelöltek között. Budapesten történtek, azt lehet mondani, változások a BKV-nál, illetve a Fradinál. A BKV valamelyest meggyengült, míg a Fradi bődületesen megerősödött, két válogatott játékost igazolt, úgyhogy azt lehet mondani, hogy az a hátsó középalakzat sem lett annyira rossz. Az élmezőnyről meg azt lehet mondani, hogy tovább távolodnak majd hozzánk képest, azt lehet mondani, ugyanis erősített a Répcelak is, a Győr csapata leigazolta a világbajnok Kakuk Leventét, ott a ottani autógyártó cég egyéni szponzorként szállt be a tekébe, úgyhogy ott is mindenképpen előrelépés várható, míg a Szegedről két válogatott játékos távozott, de helyükre friss szerb világbajnokok érkeztek, úgyhogy azt lehet mondani, hogy minden idők egyik legerősebb magyar bajnoksága várható, ami az élmezőnyt illeti. Magunkat úgy gondolom, hogy mindenképpen a középmezőnybe kell, hogy soroljuk. Várhatóan a 6., 7., 8. helyre taksáljuk már így előreláthatóan a csapatot, de mindenképpen azt lehet mondani, hogy még néhány fordulónak le kell ahhoz folynia, hogy lássuk, hogy milyen játékosok érkeztek egyes csapathoz, és milyen formában vannak, de úgy gondolom, hogy még ebben a szezonban semmiképpen sem lehet kiesési problémánk, és ez mindenképpen úgy gondolom, hogy egy nyugodt játékot adhat majd a csapatnak.
Mikor kezdődik a bajnokság és mi eddig a program? Hát azt már tudjuk előre, hogy szeptember első hétvégén, azaz szeptember 5-én rajtol a bajnokság, még nem tudjuk a sorsolást, vélhetően a BK velőrével kell, hogy játszunk a tavalyi helyezések alapján, illetve a szokásos számok sorsolása alapján, azonban még semmi nem tudható. Addig azonban mindenképpen ellátogatunk a szokásos marosvásárhelyi Maroskupára, azt lehet mondani, egy kis bemelegítésként több játékos is megpróbálhatja majd magát. Ez majd augusztus első hétvégén lesz, aztán majd meglátjuk, hogy augusztus közepe vége táján ellátogatunk-e a Tisza kupára Szolnokra, ami mindenképpen számunkra egy fontos erőfelmérő lehet, és még szó van egy Agria kupáról, ami Egerben van, és azt lehet mondani, hogy a szokásos szlovákiai túra úgy néz ki, hogy idén már elmarad részünkről, ugyanis bőven borsot törtünk a szlovákok orra alá, de meglátjuk, hogy meghívást kapunk-e, vagy nem. Természetesen, ha meghívnak, akkor mindenképpen azon vagyunk, hogy ott legyünk, és a harmadik alkalommal is megnyerjük a Sáris kupát zsinórban, azonban még ez odébb van, úgyhogy addig mindenképpen csak is az edzésekről szól majd a helyi teke. Az Újfehértől esen nyerte a megyei futszálbajnokságot a Mombebe és a Nagycserkesz csapat előtt. A bajnok nem indul az NB2-ben, viszont a jelenleg másodosztályú Nyígyulajhoz és Csengerhez csatlakozik majd egy nyíregyházi csapat is. Különösebb probléma nélkül lement a 2014-15-ös szezon a férfi felnőtt futszálbajnokságunkba. 8 csapat indult el, mind a 8 csapat be is tudta fejezni. Egy-két mérkőzés maradt csak el, tehát igazából minimális volt a le nem játszott mérkőzések száma. Szerencsére nagyon sportszerűen alakultak a mérkőzések. Volt egy sajnálatos mérkőzés, ahol két játékos is nem megfelelően viselkedett, nem sportemberhez méltóan, de egyébként a többi találkozó az mind nagyon sportszerű hangulatban zajlott. Az idei szezont egyébként az Újfehértó csapata nyerte meg, ugyanannyi pontot szerzett, mint a Mombebe, de jobb gólkülönbségének köszönhető az Újfehértó lett a bajnok, és a Nagycserkesz a harmadik. Nagyon izgalmasan alakult, hiszen az utolsó három fordulóba fejfej mellett haladtak ezek a csapatok, egymással játszottak rangadókat, úgyhogy tényleg azt mondom, hogy olyan koreográfia alakult ki itt a szezon végén, amilyennél jobbat nem is képzelhettünk el, hiszen izgalmas mérkőzések zárták a szezont. Mennyire váltak be a hétfői mérkőzés napok, ugye ezek a labdarúgók azért nagy pályán játszanak alacsonyabb osztályú bajnokságokban. Az országos NB-s osztályokhoz mérten írtuk ki a hétfő esti játéknapokat, pont azért, mert ugye a legtöbben nagypályáznak, ahogy te is említetted, megyei szinten, és hétfőn igazából semleges nap, tehát nem nagyon van edzés. Ugye azt tudni kell, hogy azért nagyon sok nagypályás edző nem örül annak, hogy futszároznak a játékosai, viszont a hétfői napon nem hiányzik edzésre, és akkor így el tudja engedni őket. Egyébként itt szeretném megjegyezni, hogy van egy tévhit a futszállal kapcsolatosan, hogy baleset veszélyes. Na már most ez nem feltétlenül igaz. Tehát tudjuk, hogy nagypályán ugye a stoplis cipőbe sokkal keményebb oda rugások, becsúszások vannak, mint futszálba. Futszálban azért valamilyen szinten engedik a testtelemi küzdelmet, de azért pontosan tudjuk, hogy vannak ilyen csapatszemélyi hibák is, illetve csapathibák is, és éppen ezért, hogy sokkal tisztább a játék. Ami egy picit talán sérülést veszélyesebb a futszálban, az pont az, hogyha valaki vasárnap végigjátszik egy nagypályás mérkőzést, akkor az ő izomzatának a hétfő este lehet, hogy megterhelő, de ha megfelelően bemelegít a mérkőzés előtt, akkor azt gondolom, hogy egyáltalán baleset veszélyes a futszál, és ez jól mutatja, hogy igazából komoly sérülés nélkül lement ez a szezon. A megyének van két NB2-es egy csapat, a Csenger és a Nyírgyulaj, ráadásul nagyon jól szerepelt. Mennyit javít ez a presztízsén a sportágnak a megyében? Mindenféleképpen megdobja. Tehát nyugodtan mondhatom azt, hogy országos szinten is odafigyelnek most már Szabolcs-Szatmár Bereg megyére, nem csak a nagypályás bajnokságokra, ahol rengeteg csapatot tudunk kiállítani, és a megyei első osztály nagyon magas színvonalú, hanem futszálba is, hiszen országos híre van annak, hogy Csengerbe például folyamatosan teltház előtt, és milyen hangulatban játszanak a csapatok, és bárki, aki ide érkezik, akár dunántúli csapat is, ugye azt mondják, hogy hihetetlen, tehát ilyen hangulatban öröm játszani, tehát tényleg Csengerben a Szilágyi Sándor vezetésével ilyen örömünnep minden egyes hazai mérkőzés, és 6-700 ember tett tele van a csarnok. Ennek köszönhetően ugye volt ebben az évben egy utánpótlás magyar-román válogatott mérkőzés, és ha minden igaz, akkor 2015-ben még az év vége fele lesz egy felnőtt válogatott mérkőzés is Csengerben, teljesen megérdemlik. A Nyírgyulaj szereplésével pedig mindent elmond, hogy megnyerte ugye az NB2 itteni csoportját, és végül rájátszást játszott az NB1-be jutásért, amely tényleg egy mérkőzésen múlott, tehát kis hián NB1-be jutott a Nyírgyulaj, viszont maradt most NB2-be, és talán
ennek a két csapatnak is köszönhető az, hogy ettől a szezontól lesz még egy MB2-es csapatunk, Nyíregyházán szerveződik egy MB2-es csapat is, egy a megyeszékhelynek is lesz MB-s futszál csapata. A 8 megyei csapat azért nem fedi le a megyét, mit lehet tenni, azért mit tud tenni esetleg az igazgatóság, hogy még több településen, ahol adottak a lehetőségek, hiszen csak egy csarnok kell hozzá, futballisták pedig mindenütt vannak, esetleg indítsanak futszál szakosztályt is. Szeretnénk, hogyha még többen be csatlakoznának ehhez a megyei bajnoksághoz. Mindig voltak már, ugye két éve indultunk, ahogy te is említetted, és voltak olyan csapatok, ahol azért nagy hagyománya van a teremlabdarúgásnak, az 5+1-es kispályának, és igazából szerintem innen csak egy lépés a futszál. Tehát gondolok itt olyan települések, mint Levelek, ahol ugye van egy adott csarnok, nagyon szeretik a teremfocit, folyamatosan játszanak télen, ők is mindig képbe vannak, hogy talán elindulnak a futszálbajnokságba, vagy pontosan ilyen egy tiszavasvári, vagy éppen Fehérgyarmat. Nagyon szeretnénk, hogyha esetleg ők is belépnének. Van is rá egyébként valamilyen szinten egy ilyen ígéret, vagy ha nem is ígéret, de próbálnak puhatolózni, úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy ezek a csapatok is, és esetleg rajtuk kívül is még be fog tudni lépni pár csapat, és a következő kiírást, amely 2015. októberében indul majd, nem 8 csapattal, hanem több csapattal tudjuk elkezdeni. Egyébként a megyei igazgatóság pedig annál többet nem nagyon tud tenni, hogy foglalkozik ezekkel a csapatokkal, teret ad nekik a saját honlapjukon, és hát a médiában ti segítségetekkel is azért rendszeresen beszámolunk erről a bajnokságról. Azt hiszem, hogy tényleg ennek megfelelően egyre többen tudják már a megyében, hogy működik ilyen futszálbajnokság. Mi a helyzet az utánpótlással, hiszen említetted, hogy az edzők közül vannak, akik nem szeretik, ha felnőtt futballisták futszáloznak, viszont az utánpótlás képzésbe ide inkább előtérbe kerül a futszál is. Ezt pontosan most tudjuk, hogy a Spanyolországban, vagy Brazíliában ugye a kisgyerekek a kiskortól, 8-9 éves kortól rengeteget foglalkoznak futszál labdával és futszál edzésekkel, hiszen ott olyan technikai dolgokat tudnak megtanulni, amelyet nem biztos, hogy meg tud tanulni hamarabb egy normál labdával, hiszen a futszál labda teljesen más. Teljesen más, hogy működik, egy picit nehezen, nem pattan el, és így a gyereknek sokkal több a sikerélménye. Pont ezért ott ezekben az országokban azért valljuk be őszintén, hogy azért a futballkultúráik erőjében van, mint a miénk, nagyon sokat használják ezt az edzésekbe, és most már Magyarországon is egyre inkább kialakult ez. Azt hiszem, hogy látszuk, hogy ez már nem csak egy szezonális sportág, hogy télen foglalkoznak vele, hanem most már nyugodtan mondhatom azt, hogy évközben is tartanak futszáledzéseket, a gyerekekkel is egyre többet foglalkoznak, annak is köszönhető, hogy ebben a szezonban, ebben az évben volt egy futszáledzőképzés Budapesten, illetve egészen pontosan Telkiben is 4 megyei szakember ott volt és sikeres vizsgát tett, tehát azért ők is próbálják a látókörüket szélesíteni, és az is jól mutatja, hogy a futszál U15-13 és U11-es téli terembajnokságainkban egyre több csapat nevezett a tavalyi évhez képest, tehát most 12 U15-ös, 8 U13-as és 6 U11-es csapat nevezett, és jól szerepeltek az országos döntőben, mert például egy Nagycserkész a negyedik helyen végzett, az ország negyedik legjobb csapata volt U15-ben, a Gyulaháza is bejutott a legjobb 8 csapat közé, tehát azt mondom, hogy ezek azt erősítik, és azt mutatják, hogy igenis érdemes foglalkozni a gyerekekkel, futszál szinten is. Ennyi fért a mai sportszeletbe, találkozunk egy hét múlva. Köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!